Az előző év végén a jobbikos Fehér Zsolt, Váci önkormányzati és Pest megyei képviselőről egy korábbi rohamsisakos kép került elő, majd egy szélsőséges, náci gondolkodásra valló korábbi posztja. A posztban a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokságon lejátszott Dánia-Hollandia mérkőzés végeredményét a következő szöveggel osztotta meg. Árják, liberálisok 1-0. Majd a poszt egyik hozzászólására reagálva megjegyezte, hogy a dánok színesbőrű védője a kapus inasa. Az egyik közösségi oldaláról az is kiderült, hogy Hitlerhez köthetően is szívesen olvas, oszt meg tartalmakat például Hitler eltitkolt fiáról. De kiderült, hogy nincs ezzel egyedül a váci önkormányzati képviselők közül. Rohamsisakos képére pártársa a szintén váci képviselő, Tótváradi Nagy Bence egy csalfán mosolygós Hitlerképpel reagált, amelyen az áll: jaj, te kis huncut! A botrányos váci náci üggyel kapcsolatban a helyi Fidesz és KDNP szervezet is közleményben jelezte, hogy ez a viselkedés nem férhet bele egy demokratikusan működő képviselő testület értékrendjébe, ezért mondjanak le az érintettek a képviselői mandátumukról. Tótváradi Nagy Bence hitleres képe után a váci zsidó hitközség vezetője Turai János is tiltakozását fejezte ki, aki később fenyegető üzenetet kapott. Miután a közleményünk vasárnapi nap megjelent, erre kedden a déli órákban nyitottam ki a postaládámat, és kiesett egy levél, amelyben mindezek le voltak írva. Megfenyegetett engem, összetörik a temetőt, a zsinagógát. A mai napon a rendőrségre bevittem ezt a levelet, és szabályosan megtettem a feljelentésünket. A rendőrség a levelet lefoglalta, különböző vegyi eljárásokkal megpróbálják az újnyomatokat előhívni. A sajtóközleményben Turai János jelezte, hogy véleménye szerint Vác város önkormányzatának szellemisége ma már nem méltó a Raoul Wallenberg díj birtoklására, amire a rendszerváltozás után eddig minden összetételű önkormányzat rászolgált. Kihangsúlyoztuk a közleményünkbe, hogy Vác város önkormányzata ilyen összetételben már nem méltó a Raoul Wallenberg díj viselésére, hiszen a rendszerváltozás óta minden önkormányzat rászolgált erre a díjra, hiszen azért kapta meg a város. A Raoul Wallenberg díj odaítélésébe benne voltam én is, én kezdeményeztem Vácvárosnak, hiszen tolerált olyan dolgokat, tolerálta a kisebbséget, a város önkormányzat olyan összetételű volt, hogy rászolgált a Wallenberg díjra, hiszen azt többen megvizsgálták, több fórumon, a svéd nagykövetségtől kezdve a Wallenberg társaságig, és valóban rászolgált. De ilyen jelenlegi körülmények és jelenlegi Hitlerképek mutogatása és a Hitler dicsőítése, ez már nem tűri ezt el. Ez már nem tűri el. Tehát Raoul Wallenberg személyisége ezzel ellentétes. És az ő tragikus sorsa pontosan e fasiszta és kommunista dolgok miatt, események miatt halt el a személyisége, hiszen mind a két éra, a fasizmus és a kommunizmus egy talajról indul, egy talajon van, és már mivel, hogy ezt hangoztatják, és az a probléma, hogy az önkormányzat vezetése, illetve az önkormányzat feje, a polgármester asszony, ezektől nem határolódik el. Nincs elhatárolódás, tehát azt csinálnak, amit akarnak, azt mondanak, amit akarnak. Fehér Zsolt képe után Inotai Gergely Vác alpolgármestere kiállt képviselőtársa mellett. Állítása szerint csak lejáratásról van szó. A később előkerült megnyilvánulások után sem határolódott el a váci jobbikostól, az országgyűlési választások után is a Jobbik frakciójába ülne be. Nagyon csodálkozom azon, hogy Inotai Gergely alpolgármester úr
egy olyan megméretésre készül, amit teljesen ugye képviselő akar lenni a Pest megye 4-es választókerületébe, és ilyen fasiszta eszméket menteget, ilyen embereket menteget, akik kilt fasiszta eszméket vallanak. Nem tudom, ez hogy egyeztethető össze, hiszen ő hittan tanár is, úgy tudom. Hitélettel foglalkozik. Nem tudom, hogy lehet ezt összeegyeztetni. A ordas eszméket egy szelíd vallási eszmékkel. Nem tudom, ez nem fér a fejembe. Lehet, hogy ezt mások meg tudják csinálni, de ez elítélendő. Tóth Váradi Nagy Bence a Facebook oldalán a január 19-e testületi ülés napján arról írt, hogy a testületi ülésen bocsánatot kért. Azt írja, számtalan buta, meggondolatlan kommentem és lájkolásom lehetett gyerekként. Ezeket felnőtt fejjel nagyon sajnálom, de nem tudok tenni ellene. Azóta újabb gondolatai kerültek elő. Amúgy alig szartam be a röhögéstől, amikor megláttam az egyetemek listája között az országos rabbi képző zsidó egyetemet. Megnyitottam a honlapjukat, azóta törölgetem a laptopomat, még a billentyűzetemet is leköptem. Vajon fel lehet-e fogni gyerekcsínyként a tetteit? Szerintem abszolút nem lehet gyermekcsínynek felfogni. Ezt, amit nyilvánosan mutatnak, nyilvánosan Hitler képet kitenni nem lehet. Pont olyan embertől várnánk el, akinek ezeket be kellene tartatni hivatalból is, és egy várost részt képvisel, tehát itt gyerekcsínyről nem lehet szó. És hogy miként látja a váci náci ügyet összességében a zsidó hitközség elnöke? Mindenki megvonja a vállát, és mintha mi sem történt volna, elkönyvelik, hogy ezek ilyenek. Mám pedig ezt senki meg nem engedheti magának, hogy a holokausztal, mint Vác városából 1600 embernek az elpusztításával viccelődjön valaki, ez megbocsájthatatlan. Ez nem bocsánatos bűn, ez nyílt fasiszta gondolkodási mód, és nyílt fasiszta cselekedetnek bélyegzem meg. Itt nincs magyarázat, hogy gyerek voltam, gyerekes vagyok, meg ilyen dolgok. Ez egy mese, ez nem ez. Belülről beszél az ember belülről beszél. És aki természetesen belülről így nyilvánul meg, az kifele nagyon-nagyon káros dolgokat mutat a világba. Úgyhogy nem tudom, hogy ezeknek az embereknek, ha közvetlen hozzátartozóikat 1944-ben csak egy ember is áldozatul esett volna a fasizmusnak. Nekem legalább 22 családtagom és rokonom pusztult el. Nem tudom, mit érezne, és nem tudom, hogy meggondolná, hogy esetleg még a nyelvére is vegye Hitlert. És ne vallja magát egyik sem Hitler kései örökösének. Ne vallja magát. Ez nem jó dolog. És egy normális társadalomba, kérem szépen, bárhova megyünk a világba, nyugatra, keletre, ezt sehol nem tolerálják. Ezt sehol és senki nem tolerálja.